Magyarországon postamállapotot hirdettek ki. A budapesti kormány nem tudott megbírkozni a nemzeti erőkkel, és a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok beavatkozását kérte. A budapesti rádió, amelynek épülete előtt egy nyugati jelentés szerint fegyveres összetűzésre sor kerül, már a tegnap késő esti órákban adásaiban zavarta állókat. 10 órai hírszolgálatában megszakította a belföldi hírek folyamatát, és a nemzetközi hírek ismertetésére tért át. A hajnali óráktól kezdve egymást követték a pontos bejelentések. Előbb azt közölte a budapesti rádió, hogy a miniszter tanács ismét elrendelte a gyülekezési csoportosulási és felvonulási